Nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm kedves nézőimet. Valaki egy nagyon érdekes kérdést tett fel erre az alkalomra, hogy mi a véleményünk Dante isteni színjátékáról teológiai szempontból. Ez azért tartom nagyon érdekes kérdésnek, mert az ilyen kérdések egy kicsit tágítják a mi látásunkat, és ezért nagyon fontosak, hogy ilyen dolgokról is beszéljünk. Dante isteni színjátéka a 13. században keletkezett, akkor írta a szerző, és három fordításban is elérhető magyar nyelven. Mielőtt magáról a műről beszélnék, néhány alapelvet szeretnék megfogalmazni. Az első ilyen alapelv, Ellen White-tól származik egyébként mind a kettő, úgy szól, hogy teljesen mindegy, hogy ki a szerző, egy pogány filozófus, egy középkori író, vagy egy modern író, hogyha valami az igazságot tartalmazza valamilyen tekintetben, és valami jó van benne, az mind Istentől származik. Tehát ilyen szempontból soha nem viszonyulhatunk előítéletekkel semmilyen irodalmi műhöz vagy kulturális termékhez. A másik nagyon fontos dolog azonban, amit Ellen White elmondott, hogy nagyon sokszor az Isten igazsága, ami az igazság napjának a visszatükröződése, ezekben akár világi, akár más egyházi, szép irodalmi művekben egy olyan keretben jelenik meg, amely esetleg nem méltó a gyöngyhöz, a kincshez. Na, ezzel a megközelítéssel szeretnék én közeledni az isteni színjátékhoz. Az isteni színjáték szerzője egy római katolikus ember volt, és a római katolikus hitet követte és gyakorolta. Maga a mű felépítése, a római katolikus egyház holtak állapotáról szóló tanítását tartalmazza, ami a kereteket illeti. De Dante ezt a művet nem a halottaknak, és nem is a halottakról szólta, írta, ez tulajdonképpen egy olyan költemény, amiben Dante ebben az egyébként számomra elfogadhatatlan dogmatikai keretben egy sor nagyon fontos erkölcsi tanítást és tanulságot fogalmazott meg. Pál apostol jut eszembe, amikor ehhez a kérdéshez közeledek, aki amikor Athénban járt, akkor azt mondja Lukács, hogy háborgott a lelke azok miatt, az istenek és szobrok miatt, amiket ott talált. De amikor megszólalt, akkor úgy kezdte, hogy becsülöm az Isten félő mi voltotokat, hiszen ez volt az a híd, amin keresztül meg tudta szólítani az embereket. Dante műve is egy ilyen híd, amin keresztül meg tudjuk szólítani azokat az embereket, akik a keresztény szép irodalomhoz iránt érdeklődnek. Nem ez az egyetlen, sok ilyen mű van, de maradjunk most ennél a bizonyos műnél. Amit tudnunk kell Dantéval kapcsolatban, hogy ő Firenzében élt, Firenzének a vezetője volt, és Firenze megosztott volt. Volt egy pápapárti csoport, egy radikális pápapárti csoport, és volt egy császárpárti csoport. Ez az a kor, amikor a pápaság világi hatalma a csúcson van. Dante próbált békésen közeledni ehhez a kérdéshez, ennek következtében száműzték őt, és száműzetésben halt meg. Nagyon érdekes, hogy három pápát a purgatóriumba küldött, ötöt, többek között 8. Bonifácot, aki csalással, az elődjének a lemondásával szerezte meg a hatalmát,
őket egyenesen a pokolba küldte. Ott látta őket a pokolban. Egy nagyon komoly egyház kritikát fogalmazott meg, tudnillik Dante, és mint ilyen nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy ő a 13. században egy előreformátor volt, és az ő erőreformátori tevékenysége, úgy, mint később Husz János tevékenysége, az egyház erkölcsi színvonalának a megjavítását szolgálta. De nem csak ezt. Dante baráti köréhez tartozott egy nagyon radikális ferences szerzetesi közösség. Joachim Fiorei apát volt ennek a közösségnek az alapítója, aki a középkorban a bibliai proféciákat magyarázta, mégpedig üdvtörténeti szempontból, és mint ilyen az advent mozgalomnak az előfutára volt. És nagyon szépen kimutatható nem csak a kritikai él, hanem az adventi reménység, ami Dantét vezette és Dantét fűtötte. Úgyhogy, ha vannak is ebben a műben kritikus kérdések, lehet belőle tanulni. És hagy idézzek egy nagyon fontos bekezdést, ahol a pokol tornácában lévő emberekről és angyalokról a következőt írja. E szomorú házat azok lakják, kik közönösen éltek, kiket nem ér dicséret sem gyalázat. Az angyalok, akik fellázadni féltek, hívek sem voltak, csak magukra voltak, lelkükben nincsen sem erény, se vétek. Az ég elüsztes, itten kóborolnak, mert őket a pokol is szégyelte. Nem kellettek sem égnek, sem pokolnak. Ami Dante megfogalmaz ebben a dologban, az tulajdonképpen nem más, mint a laudíciai üzenet. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév. Ő hév volt a reformok tekintetében, az egyház megújításáért buzgott az ő szíve, miközben természetesen, mivel saját korának a gyermeke volt, ezért a katolikus hitet hitte, ugyanúgy, hogy Luther Márton is hitte, és más előreformátorok is hitték a koruknak a hitvallását. Tehát Dante életműve egy előre mutató mű, nem abban, amit a holtakról írt, hanem abban, amit az élőknek figyelmeztetés és reformációs gondolatként megfogalmazott. Nem könnyű olvasmány egy ilyen hatalmas költői művet elolvasni, de mindenképpen ajánlom, hogy az ilyen keresztény szépirodalmi műveket olvassuk, többet ér, mint egy posztmodern krimi, vagy egy modern bármiféle regény. Épülhetünk és nemesebbé válhatunk általa, hogyha megfelelő kritikával és megfelelő józansággal olvassuk ezt a művet. És én azért könyörgök, hogy mi egy ilyen széles látókörű közösség legyünk, akik értékelik a keresztény irodalmat, tanulnak belőle, de ugyanakkor kritikával tudják kezelni azokat a dolgokat, amelyek nem Istentől származnak, hanem amelyek tévedést vagy félreértést tartanak.